Jó érzem itt magam. Jó a tanszék, jó a kávé. Sziasztok, kedves leendő hallgatóink! Hogyha a mi képzésünkbe felvételiztek, akkor egy olyan képzésbe fogtok csöppenni, ahol elsősorban nem unalmas előadásokon fogtok ücsörögni, ugyanis kollégáinkkal törekszünk arra, hogy tevékenységközpontú, újszerű pedagógiai módszerekkel tanítsunk. Olyan órákat próbálhattok ki, ahol csoportban dolgoztok, projekteket hajtotok végre, kisebb kutatásokban vesztek részt, és megtapasztalhatjátok, hogy lehet úgy is tanulni, hogy a tanulás az élvezet legyen, örömforrás legyen, és hogy ez ne csak zsákba macska legyen, ezért gyertek, nézzétek meg, nyugodtan bekukkanthattok az óráinkra, szeretettel várunk titeket itt az intézetünkben. Sok barátot találtam itt. Tetszenek a tanárok, hogy sok fiatal tanár van. És hogy jó felfogásúak. Partnerként kezelnek minket. Minket itt a Tanárképző Intézetben az iskola érdekel. Meg a fiatalok. Ez a kettő együtt. Az, hogy mit tud kezdeni az iskola a mai fiatalokkal, és hogy mit jelent a fiataloknak az iskola. És az érdekel elsősorban, hogy milyen lesz a jövő iskolája. Mert reméljük, hogy nem olyan lesz, mint a mostani. Hogy más, olyan hely, ahova szívesen járnak majd a gyerekek, a fiatalok. És azokat a leendő hallgatókat várjuk ide a pedagógia szakra, akik hajlandóak együtt gondolkodni velünk a jövő iskolájáról. Kedves leendő hallgatóink, hogy ehhez mi tanárok mit tudunk hozzátenni? A legjobb tudásunkat és minden segítségünket, hogy az elkövetkezendő 3 évet értelemmel töltsétek meg, és értelmesen töltsétek el. Az, hogy mit fogtok kezdeni a nálunk kapott kreditekkel, az pedig csak rajtatok fog múlni. A pedagógia szak talán azoknak a középiskolásoknak a legkedvezőbb választás, akik nem rendelkeznek egészen pontos elképzelésekkel arra vonatkozóan, hogy mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Ugyanakkor érdekli őket az emberi kapcsolatok világa, a kommunikáció, vagy a különböző pszichológiai vagy társadalmi kérdések. A pedagógia ugyanis olyan komplex tudomány, amelyben mindez együtt megvan. A pedagógia, a pszichológia, a társadalmi, politikai, gazdasági kapcsolatok mindegyikébe betekintést nyerhetnek a diákok, és ezáltal jelentősen javulnak a munkaerőpiacon az elhelyezkedési lehetőségeik. A HR, PR, a média mellett a közoktatás, a közigazgatás, a gyermekvédelem, a családvédelem, illetve az ifjúságsegítés területén jól jöhet egy pedagógia alapszakos diploma. Fantasztikusan jó az a képzés és az az összhang, ami a pedagógiai, pszichológiai tárgyakból alakul ki, és igyekszünk mindig változatos módszerekkel oktatni, és nagyon fontosnak tartom a pszichológiai tárgyakat, különösen azért, mert nem csak a tanári pályán, hanem az életben is olyan készségeket, lehetőségeket adnak, kommunikációs ügyességet, belső erőforrásokat, konfliktuskezelési stratégiákat, amik nagy mértékben hatékonyabbá teszik majd a későbbi boldogulást. Tehát ez nem csak egy egyszerű képzés, hanem olyan készségek elsajátítása, olyan önismereti lehetőség, ami nagyon-nagyon fontos. Szeretem itt a pedagógián lévő tárgyakat, tanárokat. Engem igazából érdekel, mert én valójában tanár akarok lenni, és azt gondolom, hogy muszáj ezeket a tárgyakat mindenképpen mélységesen tanulni, és itt azt hiszem, hogy
Azt hiszem, hogy itt színvonalas oktatást kaphatunk a pedagógiai intézettől, és hát mit mondjak erről? Én szeretem tényleg ezeket a tárgyakat. Sziasztok, Márkus Péter vagyok, 5. éves történelem-kulturális antropológia hallgató. Pedagógia intézet 3. éven vettem fel a pedagógiát. Szeretem csinálni, most értem el oda, hogy már a gyakorló tanításokat is csinálom. Nagyon jó a tanári kar, humánusak, megértőek, nem azt nézik, hogy ki mennyit nem tud. Hát szeretek ide járni, nagyon sok barátom, ismerősöm van, és nagyon jó az egyetemi élet, ami nem mellékesen szükséges ahhoz, hogy valaki jól érezze magát, ne csak a tanulással foglalkozzon, hanem a egyetemi élettel is. Ebben jól belebonyolódtam. Szabad. Megtanítja a diákokat előadni, tanárként viselkedni. Úgy jó. Alanat úr. Ennyi a véleményem. Elég jónak tartom a tanárképzést itt Miskolcon, és a legfontosabb, amit kiemelnék, az a szakértelem mellett olyan technikai háttérre rendelkeznek, ami mindenféleképpen támogatja azt, ami tanárképzési olyan diákélet alakul ki, ami más egyetemeken nem tud kialakulni. Jó, tehát ezt azért írjátok már fel. Ez a Márkész intézetnek az új fóruma, és ezen az összes tantárgyamnak van. Free Forums, itt van egy esvető. Jó, tehát fiverr.freeforums.org és orvos, és ha regisztráltok, beállítjátok. Ilyen vágóképeket, tudod, úgy a szavarra vagyok. Most el kéne ismételni. Igen, igen. Nem volt ez olyan jó, hogy esetleg... Elég lenne. Jó. Jó kezdem, megy a kamera.